Sziasztok! Elkészült az új szűrőváltó motorizálás megoldásom. Tök úgy néz ki, mint a régi. Ez a régi. Ugyanúgy megvan az ablakocskája, ahol bele lehet nézni, csak mechanikailag a motort leszámítva egészen más a megoldás. Kukkancsunk hirtelen bele, ugye ez egy kézi szűrőváltó. Jó a telefonom. Hello. És a kalciumfilter van beforgatva. A kézi vezérlő is ugyanaz a hardware tekintve. Azt hiszem így fog jobban látszani. Tehát ebből a szempontból sincsen semmi új a nap alatt. Illetve a vezérlő kábelben ott van az identitás, és akkor a kézi vezérlő nem csak azt tudja, hogy éppen melyik filter kerék, ha filter kerék van feltéve, hanem hogy hogyan kell kezelni azt, mert hogy ebben már más megoldás van. Az első motorizáló megoldás az itt volt, ugye egy kicsi DC motor, és ami itt látszik, az meg az optika, ami ezeket, és ez nem túlzás, tehát, hogy ezeket a fogakat számolta itt a szűrőkeréken. Tehát ezt akárki megmondja, hogy ezeket a fogakat megszámolni, látszik, tehát, hogy ez, hogy mondjam, nem triviális. És nem is jól számolta. És akkor az új filterkeréknél arra gondoltam, látszanak ezek a lyukak, hogy ha itt lent, mondjuk itt megfúrom a házat, akkor LED, optorezisztor, minek mondják ezt, fotóellenállás, és hát ugye fénysorompó. És akkor nem a fogakat számolom, hanem azt nézem, hogy ez a lyukacska, az amikor itt jár, akkor itt egy jó filter van. És akkor azt látjuk itt az egyik eleme a fénysorompónak, és a túloldalt a másik. Váltsunk filtert, megyünk egyet a hármasra. Ennyi. A régi filterkerek az, hát ott számolta a fogakat. Ugorjunk kettőt, most ugye a hármason vagyunk, megyünk az ötösre. Kész. És hajszál pontos. Most hogy tartsam a kamerát, hogy tényleg az látszódjon, hogy pontos. Hát, most lehet, hogy nem pont tényleg az a hajszál, hogy hajszál, de... de elég jó. No, és ha már itt voltam, ugye egyes, menjünk vissza kalciumra szépen, hogy akkor elkészítettem egy ilyen kis szerszámot is, ezt, aminek az a lényege, hogy fel tudok vele venni, és tudok vele szűrőket cserélni. Például a régi kerékből az újba. Na most ezt, hogyha sikerül kinyitnom félkézzel. Persze, mert nem polip az ember, hogy három keze legyen. Ez az. Na kérem szépen. Tehát ez egy ND filter. Jön ez a félbevágott üveg, flakon, ami megfogtam a filtert, és becsavarozom. És a helyén van, illetve ha ki akarom venni, akkor kijött. Igen ám, de most innen hogy szedem ki? Hát úgy, hogy megnyomom itt a végét. És akkor
kicsit, hát mondjuk érzéssel kell, tehát úgy, és kint van, kész. Na most kihívás volt megcsinálni azt, hogy a hardvert felismerje, hogy éppen melyik algoritmussal kell keverni a kereket. Ugye, nézzük csak. Tehát itt már a kutya se számolja a fogakat. Itt már a motor csak megy. Eléggé ronda. Na, ez van. Ott az optikai modul. És akkor mondjuk váltsunk, csak mondjuk, ugye kettesen vagyunk, most hát négyesre. És kész. Ott van. És többet nem vesződök azzal, hogy nem megszámolt-e minden fogat, nem számolt meg minden fogat, akkor mi lesz, akkor izé. Ha... Jaj, most a hármas nyomtam. Jó. Ha ugye zérózni akarok, akkor itt egy kicsit noszogtatom, és akkor mondjuk most átmegyek a négyesre. És persze, hogy a négyesre viszi, mert tudja a lyukakat számolni. Szóval ez egy óriási minőségi ugrás a szűrőváltó szágámban. És az, hogy ez a kicsi vacak, mondjuk nem ez, mert a testvére. Ez az első, amit elkészítettem. Ugyanaz a firmware van rajtuk egyébként. Tehát, hogy ez igazából 2020 tavasza óta, tehát két éve a nagy-nagy Vénusz szezon óta velem van ez a vezérlő, és hát a legnagyobb probléma, ami felmerült vele, az, hogy letörött a micro USB fülecske. Ez így a nyákról. Ennyi, ez történt. No, tervek fenn vannak interneten, forráskód fent van. Ez egy elsősorban egy személyes projekt, tehát ez azért van, hogy jót szórakozzak, meg a kihívás. Úgyhogy ezzel be is fejezem. Köszi a figyelmet. És... elmenjünk át. Köszi szépen, derült eget. Sziasztok!